Dani felhívott, hogy szeretne valami nagyon fontosat mondani, de most nincs ideje, úgyhogy csak 5 percben elmondja. Másfél óra után letettem a telefont, mert most már elég lesz. Ez volt az, amikor, és ez még csak az volt, amikor az étteremben összefutottatok. Csak így 5 percben. És akkor egyszer csak kilép egy valaki, és azt veszem, hogy Dani így megáll, és ez a valaki is így megáll, és nem tudom, hogy létezik-e szerelem első látásra, de én megtapasztaltam valamit, ami elég közel áll ehhez. Csak arra bátorítalak titeket, hogy igen, felelősséggel legyetek benne a kapcsolatotokban, de tudjátok azt, hogy ott van a család, és ott vannak a barátok, és nem csak szóban, hanem ha kell, akkor cselekedettel is kívánjuk azt, és ott állunk, hogy valóban áldás, öröm és boldogság legyen a kapcsolatotokban. Én az ifjú pár. Egy Dani Petra előtt, és van a mostani Dani, és én erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Teljes szívemből kívánom, hogy ez tovább gyűrűzzön, és hogy amikor majd trottyosként, így bottal valahogy járva, nem tudom, majd mesélem valami dédunok a félének, remélhetőleg a sajátomnak, hogy én láttam ilyesmit, és ez a sztori, ez kerek legyen. Egy olyan bizonyság mindenki számára, hogy igenis érdemes nyitott szemmel járni és hinni valamilyen magasztos dologban is. Felelősséget is kaptatok, ami jó, mert ha nem nyomaszt, akkor az egy édes teher, és így kérünk áldást a mai napon az életetekre, és így örülünk veletek, hogy fölismertitek, hogy mi az Isten akarata, ebbe engedelmeskedtetek, és vágyunk arra, hogy időnként, amikor elénk jönnek majd a Facebookon a képek, vagy posztoltak az Instán, akkor megemlékezzünk, hogy azt ez honnét indul, és hogy milyen messzire vitt titeket az Isten, és az Isten iránti szeretet.